Mészáros Gábor már régóta szeretett volna Tolnai Ottó verseivel színházi keretek közt foglalkozni. Egy nagybőgő kíséretében adja elő a színész a művet, amely egyebek között felveti a kérdést, hogy mi marad utánunk. A Karfiol motívummal végigkísért monodráma műfaját tekintve erősen próbára teszi a színészt. Mindenképpen meg kell tapasztalnia ezt előbb-utóbb, és úgy gondolom, hogy jobb később az ilyenbe belefogni, mint előbb, mert ugye még fiatalon úgy nem nincs tudatában a színész úgy azoknak a dolgoknak, azoknak a fortélyoknak, ami szükséges úgy a magához, a szakmához vagy hivatáshoz, és mikor már egy bizonyos időt és éveket és órákat a színpadon birtokol, utána már könnyebb ehhez hozzáfogni, könnyebb, erősebbnek érzi magát az ember a színpadon, és bátrabbnak is, és akkor könnyebb belefogni. A kulisszák mögött valaki leszel, én sírok. Közd itt velem. Döbrei Dénes, a darab rendezője azt mondta, hogy itt minden versnek megvan a maga kis története, sőt, Tolnai Ottónál minden szónak is. Mindig mesélem, hogy nekem a Tolnai Ottó az életemben az első találkozásunk, amikor először voltam a Virág utcában, és a konyhába beszélgettünk, és hallottam a tücsök ciripelést a konyhába, és kérdeztem, hogy ez micsoda, és mondja, a hűtőbe beszorult egy tücsök, és ott ciripel a hűtőbe. És nekem most is valójában ez a kép, ez a hangulat volt egy kiinduló, hogy hogyan kezdeni és hogyan folytatni ezt a történetet. Az egyszemélyes költőjesnek is mondható hangtanulmányokkal összevont előadás a Kosztolányi Dezső Színház és a Nyári Mozi Színház közösség közös produkciója. Másodtad be azt ezt.